technikájával, művészetével, hiszen költő is volt. Írónak is csodálatos, az verseit is elemeztem, 174 verset is írt, több kötete jelent meg, a Boldogság törekedék és a Jelet hagyni kötet birtokomban is van, minden versét végig tartalom, elemeztem, és tulajdonképpen a képeimmel is ezt tettem. Mit jelent az, hogy tartalom elemzés? Hogy megnézzük, hogy a képeken milyen motívumok vannak, amik visszatérők, amik jellegzetesek. És ami kiabáló és jellegzetes volt kezdetektől, az ő pikturájában, az a szárnya motívumnak a minden képen legalábbis, mint egy pici kis jelzés, mint a felség jelvénye, hogy ezt én festettem, a szárny előfordulása. A szárny motívum egészen különleges, és majd amikor körbe mennek, már most érdekességképpen is majd keressék meg, hogy ahol nem ilyen extrém módon nyilvánvaló a szárny, hogy van elrejtve szárnyas alak, szárny felfelé tartó, vagy madár, vagy gépmadár, vagy ember, vagy angyal, szárnyas állat, az a lényeg, hogy a szárny megjelenik, mint valahogy az élővilághoz és az élettelehez egyaránt hozzákapcsolt. Valami olyan kellék, ami elmaradhatatlan. Igen, de azt találjuk, hogy egyrészt a fölfelé tendáló, aszcendáló motívum, másrészt ugyanakkor a képein, majd mindegyiken, ahol az aszcenzió, a fölfelé törekvés látható, ott megjelenik a deszcenzió, az alászállás, a zuhanás, ahogy nem mondja, a kősúlyú zuhanás, tehát az a fajta lezuhanás, ami azt a fantáziát indította el bennem a képek elemzése láttam, hogy itt valami összefüggés van, mint hogyha az Ikarosz motívumról lenne szó, hogy fölfelé törekvés, emlékszünk minnyáján a mondabeli történésre, ugye, hogy azt mondta ugye Dédalosz a fiának, hogy vigyázz, kérlek, ne repülj olyan magasra, mondta Ikarosznak, hogy amikor a szigetről menekültek, tudják, a labirintusból, hát ismerik a történetet, csak az egész mondani való célját mondanám, vigyázz, mert ha túl magasra repülsz, a nap elégeti a szárnyaidat és alázuhansz, ha viszont nagyon alacsonyan repülsz, akkor a víz elnehezíti a szárnyaidat, de nem hallgatott Ikarosz apja intelmére, és így az zuhanás alábbullás lett a sorsának a vége. Most hát tekintetbe véve, hogy nekem személyes találkozásom is volt Kondor Bélával, és láthattam az életútját illetőleg, egy olyan baráti társaságnak a tagja lettem fiatal, nagyon fiatal lánykoromban, amikor nem vettek fel egyetemre, egy olyan baráti, egy értelmiségi baráti körhöz csatlakoztam, hát udvarlom révén ezt is elárulom nektek, hogy ez a baráti társaság intellektuális szinten nagyon nagy magaslatokon volt. Én nagyon jól éreztem magam velük. Kernádi Gyula író, talán a neve mond nektek valamit, akkor jelent meg ezeket az 59-ben Deszkapolostor című könyve, amivel ő is kicsit üstökösként került föl magaslatra, a Péntek lépcsőjén című könyve pár éven belül. Ez a baráti társaság ezt összeállt rendszeresen, és akkor hát nagyon jó beszélgetéseink voltak, kötetlenek és nagyon sok ilyen ismertetés lehetőség, és még akkor én 18 éves lány, amikor bekerültem ebbe a csapatba, őszintén szólva nem mértem föl, hogy kikkel vagyok együtt, de aztán ugye olyan nagyon sokan kerültek ebből a baráti körből nagy magaslatokra, és Kondor Béla már akkor ugye 56-ban végzett, azt tudjátok, már a végzése körül is voltak cirkuszok, mert Bernát Aurél, ugye a hagyományos mainstream szemlélet a piktúrában, hát nagyon elutasította ezeket a fantasztikumokat, hát csak így tudom röntem mondani, úgyhogy aztán Kmetti János, meg ki is volt még, aki tehát olyanok voltak az ő támogatói, akik hát a modern irányzathoz csatlakoztak. Az a lényeg, hogy őtől van, azt soha nem hallottam. Azt viszont hamar megtudtam, hogy az a fő szórakozása, játéka, hogy gyuvaszálakból ilyen gépmadarakat, meg gépeket, meg repülőgépeket ragaszkat össze, és ezzel nagyon szeret szórakozni. És hát egyben ugye azt is megtudtam róla, hogy milyen introvertál, mert a társaságban őszintén szólva túl sokat beszélni nem szokott, hanem talán ismerős ez, ami Lux Elvira mond, ez nektek valami. Na most akkor Lux Elvira, mint Kohler Gyuláné, mert így hívják, így is hívták, még nem volt pszichológus se, még a közelébe se került ennek, de Hernádival együtt orvosegyetemről, politikai jogból kicsapottak voltak. Tehát mint barátok együtt voltak. Most én nem mondom a sztorit
találkozom, így egy bizonyára érzékelitek, hogy nekem innen már jött egy olyan fajta benyomás, hogy ez a festő, akinek a festőművész, akinek azért már talán a legsikeresebb volt ugye a csapatban, hát mindenképpen nagy jelentősége van a munkáinak, én meg még csak készülgettem a pszichológia felé, még én sem voltam sehol ebben. Minden esetre arra felfigyeltem, mert a művészetek nagyon érdekeltek, hogy neki nagyon különös a színvilága. És hát ugye a színvilág, ugye a festészeti színvilág, tulajdonképpen én először azt kezdtem elemezgetni az ő színvilágát, és most éppen azt szeretném elmondani, hogy találtam rá a már megjelenő verses kötetében a saját szín elemzésére. Ezt csak azért mondom el, mert most is, ha majd nézitek a képeket, gondolom, hogy számít, hogy mit üzen maga a művész arról, hogy ő a színekkel hogyan is van. A lila szín titkos ösvény, versről van szó, ezt vegyétek tekintetbe, és menetelnek rajt. Sárga öltözékben sokan, vagy figyeljtek a sárga szín, lábuk helyett csizma, fejük helyett narancs, rémülten lángoló narancs, a fehér gyász szín, könnyekkel sós vízben áztatott feketeség, karokszobok és kényes nyak, holdvilágképű hűs hasak színe, ahová fejet hajthatsz, szomorúságodban fülelni. Most hát, ugye, vegyétek tekintetbe a versnek ezt a fajta szabadságát, a megfogalmazást illetően, de valami üzenet mégis az utolsó sorba kapcsolódik be, ahová fejet hajthatsz. Ugye, hogy hol lehet megpihenni, hogy mégis csak a nő, ahol meg lehet pihenni, ahol valahogy egy lelki oázisba kerül valaki. Na most akkor menjünk vissza a szárny motivumhoz. A szárny, mi is ez, egy milyen fajta motivum a pszichológiában Murraynél, egy világhírű bosztoni pszichoanalitikusnál találtam rá az Ikaros komplexus leírására, amikor is ő Chagall festészetében elemezte azt, hogy hogy van az, hogy a tetőkön, ön, hát a Chagall képre gondoltok, bizonyára egy-kettő már szemetek elé idéződik az emlékezetben, és hogy leírja, hogy azok a motívumok, amik Chagallnál is megtalálhatók, tulajdonképpen a zseniálisan magasra törő és egyben a alábbulás veszélyével fenyegetett emberé, és hogy én ne rögtönözzek ezért, azért mégiscsak felolvasom, hogy Murray mit írt arról, hogy mi az, hogy Ikaros komplexus, mert akkor mégis jobban a közelébe kerülünk ennek. És igen. A jelenséget magát aszcenzionizmus néven is hát detektálta a pszichológia, ascendo, ascendere, hogy felhágni, felmenni, fölemelkedni, descendo, descendere alá merülni, és akkor most olvasom Murray mit írt erről. Aszcenzionizmus elnevezést adtam annak a vágynak, amely le akarja győzni a gravitációt. Az ember folyamatosan emelkedni vágyik, repülni, majd sérülés nélkül szállna alá sértetlen és örökké való szeretne lenni, hogy ne legyen lehetséges számára a megsemmisülés, a halál, de érvényes legyen a magabiztos előretörés, egzisztenciális felemelkedés, repülés, az imaginációs, képileg exaltációs, poétikus, extatikus és misztikus égig érés. Mindezek fizikai elemekben is kifejezésre juthatnak, például magas oszlopok, tornyok, repülés, toló és emelő erő ábrázolása, nézzétek meg mennyi gépvadár, gép, toló, szerkezetek találhatók. Nos, olvasom tovább. Aszcenzionista képzetek a repülőlények, madarak, solymok, sasok, égitestek és a nap ábrázolása. Na most Murray nyomán egy jogi nevű tartalomelemző, content analízis, tehát tartalmakat elemző, egy olyan számítógépes programot dolgozott ki, amivel ki lehet szedni a szövegekből is, meg a betáplált ilyen elemet, mondjuk megnézem ezt a képet, és akkor megnézem, hogy hány aszcenzionista motívum van rajta. Mennyi az, ami a felemelkedést, a felfelé irányulást, illetve az alászállást jelzi. Most mindenképpen azon is, ami nem direkt fejezi ki, találunk olyan mozzanatot, ahol vagy elrejtett ember alak, például hull alá, picike, ilyen kicsike emberi test, amit érdemes kereskedni a képeket, és belebújni ebben a nagyon tartalomgazdag képanyagban oda, hogy megtalálni, hogy hol vannak ezek a kis alakok. Na minden esetre, hogy ez aszcenzió motívum, deszenzió,
Az volt az én feltételezésem, hogy ennek a zseniális és 41 éves korában szívrohamban meghalt polihisztornak bizonyára az ilyen motivumai mind a versében, a tartalmakat illetően, mind a kép elemekben, hogy hol találunk ilyen hány asszenzióra utaló, hány deszenzióra utaló ilyen szimbólum elemet találunk, hogy ennek lesz valamiféle időben, folyamatában az ő életében egy előre haladó tendenciája. És hát én senkit nem akarok itt számokkal terhelni, de röviden mondom csak, hogy mind a verseiben, mint amit mondom, 174 verset végig elemeztem. A tartalomelemzés az nagyon, én nem számítógépeset használtam, ezt a programot a magyarok nem tudták elérni, az nem volt lehetséges, nem mondom milyen okból. Mindenesetre én kisüzemi módon saját magam kontrollban, hogy valahogy pontos legyen ugye a gyűjtés, valaki más is ki gyűjtögette ezeket az elemeket, összesítettük évente, alkotó évente. És hát ugye főleg 56 az a Dózsa sorozat. Ugye nagyon érdekes, hogy amivel ő diplomázott is a Dózsa sorozat, 56-ban nem találkozunk igazán ezekkel a motivumokkal elvétve, nem szignifikáns, nem jellemző. És az ekkor születő versekben sem található ez valahogy szignifikáns módon. De már ahogy haladunk 57-58, szaporodnak ezek az elemek, és nagyon érdekes, ahogyan elérkezünk, és most nagyon kemény adatot szeretnék mondani, és nem bizonytalanra, úgyhogy most már tudnám, hogy mi is az. Hát most egy kis szín kellene azért, hogy rátegyem ezeket a holmikat. Na szóval az angyal motívum az már 57-ben tűnik fel, de csak az angyal motívum, hiszen rengeteg a képein az angyal. Ez 57-ben tűnik a diplomaszerzés évét követően tűnik fel. Mint hogyha a Dózsa sorozat ugye valahogy összefüggésben lenne a forradalommal kapcsolatos gondolatokkal, hogy így jár minden népvezér, vagy például az apokalipszis kunfipulis ciklus részkarsz. Ugye 56-ban nagyjából erről van szó, de 57-ben elindul az angyal motívum, és annyira felszökken a képeink, hogy 57-ben már a képeinek 40%-án föllelhető ez a motívum. Most ez nagyon kemény, ha belegondoltok. Most csak a képeket mondom. 24 képből például 11 esetben a címek maguk is eligazítok. Angyal képviszonyal, pártütő angyal, bukott angyal és áldozata, angyal kardal és így tovább. Tehát az angyal egy ilyen központi motívum lett. 58-ban már az ikonos időszak kezdődik, ahol a szent képekben, amire ugyan felviszi az angyal motívumot, de nem ezek döntőek, hanem maga az ikon szerkezet, a szent kép jelleg, úgyhogy itt ezen már nincs olyan nagyon magas arány, de 63-ban belép a madártartalmak megjelenése, a gépmadár, a repülőgép, a repüléssel összefüggő, és az alkotásoknak, összes alkotásának több mint felét már 61%-át átadták az ikonista motívumok. Képzeljétek el, hogy ezek, ugyan mi lehet a lélekben, hogy ezek kikívánkoznak a képben, hiszen ugye ezek mind üzenetek, definitív, nem szavakban elmondott, hanem letestett üzenetek. Az ikaroszi csúcsot a 70-es alkotóév tükrözi, amikor 88,7%-a a képeinek már ilyen motivumokat tartalmaz, igen, de jön az a fordulat, ahol innen kezdve ezek a motivumok a deszenzió, tehát alahullás, lehullás, megsemmisülés irányába tömegesebb arányba fordulnak elő, mintha csak arról szólna, hogy valami végzet közeledik. Most én nem akarom természetesen beleerőltetni ezt a magyarázatot, ezek kemény adatok utána lehet menni, ki lehet számolgatni, meg lehet nézni, ha valaki ilyen úgymond objektív kemény adatokra vágyik, de hát tulajdonképpen tudjuk, hogy mi történt, hogy ugye hát 41 éves korában hirtelen meghalt, és hogy valahogy az, ahogy talán ezekben a lealáguló motivumokban már mintha sejtésszerűen valami benne volna a beszedelemből, hogy vele mi történhet. És hát ugye nagyon-nagyon sok olyan üzenete van, amit én elsősorban a verseiből tudok szavakban megtalálni és kifejezni, mintha az életerőknek a megcsappanásával
valami olyan tartalmak lennének újra, mint ami a Boldogság töredék című könyvében néhány versében megjelenik. Távoli napos idők fény uszájacsal elégetjük érzékeinket megérhetetlenül, csodálatosan élő fáradtságok árán. A halál gondolata megjelenik a következő, most megint felolvasnék valamit, ami nagyon fontos utalás, remélem, ha megtalálom, aminek talán meg is találtam. Egy pillanat, igen. De ez annyit, azért szeretném, hogy ezt megolvassátok, mert úgy gondolom, hogy valami komoly válasz arra, hogy az, amit ő megfestett és amivel megüzente a saját életének a tartalmát, jelentőségét, értelmét, az nagyon szépen kifejezésre jut abban, ahogyan szinte az életből kivágyódó, halni készülő ember, aki valahol mélyen érzi, hogy az élet az nem sokáig tart már. Az életünk igaztalan ferde látomás. Majd elindulnak az árval fogva tartott gépek, hétvét görnyed a mafla halál, végleg törött a kaszanyír, elhagylak benneteket. Csodálkoznom kell, mert a halál nem valami különös földi formában jelenik meg, mint például a születés, hanem egy nagyszerű lakoma előtti pillanatnyi egyszerű ési, biztos és jó leső, hiszen telített asztalt ígér. Én tudom, milyen ékek várnak rám, szólt az angyal, és elvesztette testét, és elvesztette lelkét is hálandással, és visszatért a semmiségbe, ahol minden megvan. Talán ezek a sorok valamit kifejeznek abból, hogy nem véletlen, hogy az angyal motivum, és egyáltalán minden, ami a felfelé törekvés, hogy az élet emelkedő röppályáját jelzi. Amikor megjelenik a deszenzió, az aláhullás, mintha az élet kilúgozódott volna, elvesztette volna valódi értékét. És hát ezek olyan fajta pszichológiailag nagyon mélyen kidolgozott állítások, amiket mondok nektek, amit nem kívánom, hogy higgyetek neki, mert hiszen ez nem hit kérdése, de akkor is, ha élne és megszólíthatnánk, talán elmondanák, hisz ő ránk bízta a dolgot, hogy mi csak fejtsük meg az ő szimbólumait, de a szimbólumos valamit tudjuk, hogy sok jelentésű. Carl Gustav Jung, a pszichológus mondta, a szimbólum olyan üzenet, ami mindig igazat mond, és sok jelentésű. És hogy ásol a jelentésekben egyre mélyebbre, mindig új jelentés rétegre találsz. Most, amikor majd körbe megyünk a képeim, és itt meg is állnék, és sokkal többet mondhatnék róla, de ugye most a szituáció olyan, hogy ha nézelődjünk a képekben, és néhány képnél szeretnék rámutatni olyan titkokra, amik benne vannak a képben. És hogy a Németh Lajos, ugye, aki az első és nagyon nagy monográfiát megírta Condorról, azt írta, hogy csalafinta, ezt a kifejezést használta, csalafinta elbújtatások vannak a képeken, és ez szinte érdemes felfedezni, hogy mi ez a csalafintaság, hogy valamit, amit üzenni akar, na, beleengedete magad annyira lelkileg a képbe, hogy ezt észrevet. Például akkor most mindjárt nézzük csak meg ezt a képet, és gyertek egy kicsit közelebb, Szent Péter és Erdő. Na most a Szent Péter, tudjátok, a Mennyország kulcsait tartja. Ott is van, nyakában ők. Bocsánat, de kinél van az igazi kulcs? Ki az, aki kinyitja a Mennyország? Na megtaláljátok, kinek a kezébe adta volna ki? Ki ez az nő? Vagyis a nő kezébe van a kulcs a Mennyországban. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes. És hát Németh Lajos is írja, ugye, aki tényleg, mint művészettörténész, másfajta szakmai oldalról lát rá, hogy ezek olyan csalafintasságok, amikben benne van egy profán és egy szent egyszerre. És ez a kettősség, hogy a szent, szakrális, misztikus, romantikus is, hát és ugyanakkor ez abszolút, és ez egy igazi földi nő. Látjátok, nem sok rúgat viselt magát. De hát, hogy Szent Péter, kié a kulcs, kié a kulcs? És hát ugye, mintha ő adná, nem Szent Péter adja a nőnek, hogy beengedje, a női a kulcs, mert Szent Péter saját kulcsa, bocsánat, itt lóg a nyakában. Hát ez egyetlen ilyen kép.
Na és hát ugye akkor a szakrális motívum, hogy a képeken mindig sok jelentésűek a képek, mert még sokszor feliratok is vannak, és hogy ezért a túldeterminált képek, németül is azt mondja, túldeterminált, hogy túl sok minden van üzenet rajta, és hogyha vele helyezkedsz, akkor valahogy annyi minden szólít meg belőle. Hát mindesetre én ezt az egész ikarianista problémát azért emeltem ki, ennek van ám egy pszichológiai háttere, ha érdekel benneteket még egy két perc, hogy hogy keletkezik egy ilyen. Hogy mikor az ember pici baba, az anyával szimbiózisban van, ebből egység, egység tudat, egység érzés, hogy a fél éves korig a baba, ha az anya ideges, a baba is, szóval mind teljesen átfolyás van, egyek vagyunk. Mikor megtörténik egy egészséges leválás, távolodás, fokozatos távolodás, kell, hogy a baba érezze a biztonságot, hogy van az anya. Ma erről a kötődés vizsgálatok rengeteget tudnak nekünk mondani, de erről most csak koncentráltanak, hogy keletkezik egy ilyen ikárosz komplexus, hogy fölfelé törekvés. Az anya a babába belelátja a mindenséget, a gyönyörűséget. Ha szereti a babát, szeretjük, és akkor ő a mindenünk. Ez a narcisztikus omnipotencia, úgy mondja a pszichológia, hogy a babába bele szugerálja, szinte belelátja azt, és tudjuk, hogy tükörneuronokon keresztül megy be az érzelmi agyba, hogy te vagy a legcsodálatosabb. Ez a narcisztikus omnipotencia. Ez azzal jár, hogy mindenné lehetek, mindenné válhatok. Ostromolhatom a szeget, enyém az élethatalom. Most, amikor ebből kijön az ember, aki veszít, akkor tulajdonképpen azt a fajta érzést, mikor rádöbben, hogy ő egy kis szerencsétlen, még lábon sem állni, és mikor ide átváltunk a fejlődésben, akkor egy nagyon nagy fájdalom és veszteség keletkezik. Egy veszteség, nincs valaki, aki betöltött, és akit én betöltöttem, és keletkezik egy űr. És az űr betöltése, a kozmikus szomorúság az, ami olyan esetekben, amikor a gyerek túl hirtelen éli meg, vagy túl hirtelen, vagy valami radikális leválasztás történik, akkor keletkezik egy olyan űr, ahol nincs már omnipotencia, csak a vágy, hogy följuss visszajutni ugyanoda. Ott van az űr, és mivel tölti be? És ez az ikarianista komplexusnak a pszichológiai magyarázata, hogy tökéletes önépítő erőkbe megy át, és a hiányt, azt az űrt, ami van, az olyan fantáziákkal tölti be, például, mint Kondor Béla, akinél ezek a omnipotencia, mindenhatóság megjelennek, igen, de megjelenik ugyanennek a velejárója is, ugye, hogy nincs ez a többé, nincs ez a megváltó tökéletesség, omnipotencia, hanem esendők vagyunk. És akkor tulajdonképpen így keletkezik egy olyan, ami a művészetben, a költészetben, a képzőművészetekben egyaránt kifejezésre juthat, ugye ez az ikarosz komplexus. És hogy jó, hogy komplexus, de mint hogy úgy mondja a pszichológia, hogy szublimatív, vagyis életre szólóan konstruktív, hasznos földolgozása egy lelkisebbnek, begyógyítása egy lelkisebbnek. Tehát amit itt látunk, a lelkisebb begyógyításának valami olyan csodálatos eredménye, ami azt hiszem mindünk közkincse. Na most ugye itt a Szent Margit legendája, a bevonulása, ugye a szentek bevonulása a városba. Ugye ha nézitek ezeknek a színeknek a topzódását, ebben legalább annyira, megint csak a szent és a profán együtt van. Mert hogy olyan, mint egy csillag rajta egyrészt. Tehát benne van ez a haj-haj, szólnak a harsonák, és ugye, és látjuk ugye, ennek az egésznek egy belopulzás teljesen olyan. Megint Szent Péter kezében tartja most a valóságos kulcsot, a hatalmas nagyot tartja itt a kezében. De hát itt a szentek, ahogy bevonulnak, ez olyan maskarák, állarcok, nézzétek meg. Ugye állarcosabbak is. Teljesen olyan, mint hogy egy karnevál bevonulás volna. De nem, ez a szenteknek a bevonulása. Tehát együtt van a szent és a profán. A hétköznapi gyarló itt vagyok, lenne a földön, meg ott vagyok, fönn a szentség magaslatán. Úgyhogy ezek is kis dolgok, ahogy időt fejeződünk. Na, és akkor nézzük csak meg ezt a csodálatos képet. Ja, na, köszönöm, nagyszerű. Na, ez az, látjátok, hogy olyan rejtjelesen, és hogy érdemes kikeresni minden képen valahol, mint a saját
jegye elhelyezi. Lehet, hogy csak pici szám, lehet, hogy egy pici hulló alak, lehet, hogy egy fölfele kapaszkodó alak. De nézzétek meg, hogy itt is van, mintha üldözni az angyal az embert, és hogy itt is nézzétek meg, meg felfelé, ugye? Ezek asszenzió motívumok. Ez mind asszenzió motívum. Igen, menekülő ember. Mielől menekül az ember? Ugye itt aztán az ember gondolkodóba esik, hogy miről van itt szó ezen a képen. Nagyon messzire vezető egyébként, hogy mit jelképez ez a kapu is, hogy csak a városba bevonulást, vagy hová bevonulást. Na most többet erről nem, mert rengeteg nagyon érdekes kép van még, hogy itt azt szeretném csak kívom a figyelmet, ez a Krisztus, hogy tulajdonképpen ez élettörténet elmondása. Itt van a szenvedő Krisztus, és olyan, mint egy hatalmas madár, vagy nem is tudom, szóval olyan jellegű, ugye? Szinte elképzeljük, hogy a madár repül föl. Krisztus alakja, a szenvedés maga, az emberi sors, mint a szenvedés. Itt az élettörténet, ugye, hogy hogyan jut el az ember az élet úton, hogy jut el a temetőig, öregségig és temetőig. Tehát, hogy kezdtetek az élet út, dolgozunk, itt vannak az eszközök, dolgozunk, és hogy jutunk el végül a kvázi a temetőbe. Tehát ez a Krisztus szimbólum tényleg nagyon szép, mert olyan, mintha azt mutatná, hogy védelem az egész életet, védelek benneteket. Hát nagyon-nagyon szép és harmonikus. Ennek a szenvedés, ami mégis valami megdicsőülés és szépség, hogy védi az életünket. Igen, hát aztán itt a kék szakállít. Hát itt ami érdekes, hogy vannak elhelyezve, hogy egy kor jellege, hogy vannak a kis alakok. Milyen alakok ezek, akik melyik szentek vannak, mint elhelyezve, és milyen érdekes, hogy a kék szakálló legendát mind ismerjük. És hogy ez sokféle művészi feldolgozásban találkozunk vele, és hogy ő mégis hogy veszik körül valahogyan a szentek ilyen apró kis mozaikszerű képekben a kék szakáll. Sokféle jelentés lehet. De hát itt a szárny, ugye? Itt a szárny, a szárnyas alapok. Nem feltételezhetjük, hogy itt másokról van szó, mint valamiféle szentekről. Ugyanakkor meg azt van, ha leveszed a szárnyat, az emberekről van szó, akik itt vannak. Most ebben emberek, szentek, angyalok, kik? És olyan, mintha azt mondanánk, az ember, aki szent is, meg nem is, ilyen is, meg olyan is, az ellentétességeknek ez a fantasztikus kifejeződése. Rejtett kifejeződése. Mert ilyenek is vagyunk, meg olyanok is. Igen, ember, ördög, angyal, ilyen tehát több szakaszból álló vers ciklusa is van. Úgyhogy ezt megírt a versben is. Tehát az a nagyon jó, hogy sok mindent tudunk a versei alapján összefüggésbe hozni a szimbólumaival, és akkor nem exmas magyarázunk, hogy mit érzünk bele, mert hát ugye nagyon nehéz, mert a mű élvezésnek és a mű értelmezés pszichológiája az oda jutott a tudomásom szerint, én ezzel sokat foglalkozom, ez a hobbim, hogy az emberben lévő saját emlékkép lenyomatoknak a hatalmas tára a festőművész vizuálisan megszólítja, és akkor azok, amit látunk, az a saját képtárunkban, hogy úgy mondjam, elkezdi izgatni és megmondani az egyensúlyt, és hogyha olyan a válasz, ami igenlő, a saját emléktáradban valami olyat találsz, ami pozitív jelentésű, akkor tetszik neked a kép, és azt mondod, hogy nagyon jó ez a festő. És még máskor, hogyha olyannal találkozol a sajátodban, ami kicsit úgy megrázéssel, és akkor valami nagyon rossz emlék kötődik ahhoz a szimbólumvilághoz, és akkor elutasítod. Szóval hát valahogy ide jutottunk, hogy tulajdonképpen újra festeti a lelkünkben a festő azt, amit ő megcsinál. És ha ezt meg tudjuk tenni, és pozitív érzésekkel, akkor mi nagyon szeretjük a festőművészt, mert értjük, hogy mit üzen nekünk. De nincs két egyforma üzenet. De akkor a saját üzenetet le tudjuk szedni. Na, akkor menjünk tovább. És akkor hát itt van a arany ábrázolás egyetlen, azért is beszélünk egy olyan jellegű képekről,
klasszikusikon, de van olyan ismert, ahol tárnek van, de hogy aranyhámfér, azt tudjuk, hogy a ikon mestészetnek a kezdeteiben az a orosz ikonok ma is, hogy aranyháttér. Na most ezt, hogy ez kinek a keze? Ez azt mondja Darázs király. De ez voltak éppen Darázs, amit a kezébe tart. A kicsoda, ez nem ő. Ez egy másiknak a keze, aki benyúl, és ugye a király elé tartja, ez egy műtűcsök, mint a leírásban, a kép elemző leírásban, ez egy műtűcsök. Mi az, hogy műtűcsök? Gépi. Gépi. De mondtam az asszenzió motivumok között, ez is van, hogy gép madár, gép műtűcsök, gépi szerkezetek, és így tovább. És hogy hogy van ez ide? Minden fölröppenésre kész. Műtűcsök fölröppenésre kész. És az ujjaknak is van valami ilyen érdekes, hát a forma maga. Nem egy póklábak, bocsánat, de valami olyasféle, ugye egészen érdekes a ujjaknak ez a tartása. Ez egy normál kéztartás, ez az övé. Ez meg a benyúló kéz, a műtűcsökkel, meg ilyen nagyon furcsa. És nézzétek, ott kicsoda van. Ide jönnétek közelebb, ott egy vici sarkás ember van. Mi? Ott van. A műtűcsök, a tenyérben, benne van ez a képezet, és egy kis ember. És a Mici Sapka egyébként 50-es évek, hát nem emlékeztettek rá, én kislány voltam, én emlékszem jól. Igaz, a Mici Sapka. Ugye a Lóden kabát, a zöld Lóden és a Mici Sapka, aki idősebb, az emlékszik el. Ugye, ott van benne, nézzétek meg. És ott van egy kicsit, és itt van ugye ez a... Na most Darázs király. Hát, miért Darázs király? Ez egy, úgy mondjuk, teleszkopálás egymásra fényképe, összesűrítés. Tehát össze van sűrítve az állat és az ember Darázs király. Nem ő a Darázs, ott van a Darázs. De a Darázs az egy műtűcsök, vagy műdarázs, vagy mű. Nagyon érdekes ez, ugye? Az álomszerkesztés és a képszerkesztés közös törvényeket hordoz. Sűrítés, áttolás, dramatizálás, másodlagos megmunkálás. Ez a négy törvény mozgatja. Minden festő zsigerből tudja, nem tanulta, tudja, hogy hogy sűrít valamit össze. Egy képelem rengetegféle érzést tud összesűríteni. Az áttolás azt jelenti, hogy érzése bizonyos alakokba be vannak véve. Milyen ennek az arcnak az üzenete számotokra? Milyen érzést fejezesz ki? Segítsetek, hogy én megmondom, hogy ő mit mondott, hogy micsoda ez, de most hogy kitaláljuk-e, bele tudunk-e élni, hogy ez egy milyen arc, milyen érzést fejez ki? Milyen érzés? Szomorúság. Azaz, ő üzenete, ez a végokszerű szomorúság. Így, ez végokszerű szomorúság. Igen, mert ebben van valami olyan nagyon mély, azt bánat, reménytelenség. Hogy akár, ez a sűrítés, nem tudjuk. Ha hívós a szemünk, legyen műszerűen. Az, ő végokszerű szomorúságát. Na most ezt meg azért nagyon szeretem, mert nézzétek meg, ikonostázt. Minden egyes szimból, ezek az ő saját szimbólumai. Na most ezt nézzétek meg. Ugye milyen fantasztikus ez, hogy az ember androgűn, férfi és nő össze van nőve, az androgűn a madár, ami száll föl. A férfi és a nő, ugye közte, ugye a család, ott van egy kis gyerek, nagyon, a saját szimbólumai a képeken felfedezhető, ugye a szárny, az ember pár. Na most ez nagyon érdekes, hogy fölfele is, meg lefele is, fejen is áll, mert ez, tehát, hogy egy azon idő és térszerkezetbe két ellentétes mozgást hoz be. Nagyon érdekes, igen. És hát olyan ez, mintha kirakatot csinálna a saját szimbólumairól, amiket ő használ a képein. Tehát mindegyiknek speciális jelentése van, az a fantasztikus és csodálatos. Hát ez a Rózsa emlékére, ez a Szátes oltár. Most nézzétek meg, hogy ez itt is férfi és nő és király, korona, de itt van a szenvedő Dózsa. Ugye izzóvastrólon őt megégetétek, de szellemét a tűz nem égetének, mert az maga a tűz. Úgy vigyázzatok, ismét pusztíthat el láng rajtatok. 56.
ugye ez a Dózsa sorozat az, ami uralkodó. Apokalipszis cum figuris, ugye ezek a sorozatok mind 56. És hát mennybe ment vele, hát óriás. Camus, a francia egzisztencialista, saját maga írta a párizsi kiállítására egy bevezető szöveget, annyira nagyra értékelte az ő piktúráját, festészetét és szimbólumvilágát. Szóval ő bejárta Kelet-Európát, azért Kelet-Európát, nyugatra is néhány kiállítást vitt, de azért terem erre szabadabb volt az úr, tehát őt nagyon ünnepelték. Tehát őt tényleg felfedezték. Most képzeljétek el, egy ikarianista lélek, amelyikben benne van az, hogy ez a megváltás üzenete. Azért tudsz így festeni, fest bele az összes lelkedet, bánatodat, hiányodat, a sóvárgás, a Magna Mater, a örök szerető anya iránt, ugye, ami benne van egy anyát vesztett gyerekben, hogy meg elérni a tökéletes egyesülést, ugye, a Magna Materrel. És hogy ez mindezt ő úgy tudta a képeibe belefesteni, hogy ez komoly üzenet volt azoknak, akik nézik, mint például nekünk is egy komoly üzenet. Tehát érezzük ezt a fajta sóvárgást. Tehát ugye azokon a képeken, amiken mi megyünk fölfelé, meg hullunk alá. Hát ez a néhány kép az, ami tudjátok, ugye ő nagyon bement abba a középkorikonok, abba a világba, a látomásos, romantikus világba, de itt ez maga a realitás. Ha komolyan nézzük ezt a képet, mert nézd meg ezt a hatalmas képezetet, mert ez egy darab. Tulajdonképpen mi is ez? Egy ember is akár. Tehát az előnek a szimbóluma, ugye, és itt van a dolgos ember a vállán azzal a hatalmas nagy, mintha csak Sziszifusz lenne, aki viszi föl a... És itt viszont, na hol vannak itt a lábhullók? Mert itt van már, deszenzió motívum, a jobb oldalati van, és a lábhullók, potyognak fölfelé. Úgyhogy hát van itt minden. Fölemelkedés is, erő is, és a lábhullás is, igen. Akkor hát ez, na, itt van ez a jógi repülő. Szóval ez a furcsa szerkezetek, amiket ő olyan nagyon szeretett, hogy ő maga el tudott készíteni, hogy gyufa szálakból ő összeépít, és ezt hobbi neki, hogy ez egy, de a képein is megjelenik ez. De azért egy ilyen szerkezet, ez egy, úgy mondja a pszichológia, hogy elidegenítő kifejezés, hogy ember nélküli, és kicsit ijesztő. Tehát, nézd meg ezt a kicsike embert ehhez a hatalmas gépezethez, régi repülő. Ugye, mintha Leonardo da Vinci volna odaállít, vagy elképzeli el fantáziája, hogy lehet az égbe jutni, följutni. Ez ennek nagyon lírai az üzenete számomra, én nem tudom, ti Mici Sapka úgy szintén rajta, ugye, ami a szokványos, hogy Mici Sapka a fején a dolgozó munkás osztály dolgozó tagjának, mert azért ez ebben nagyon sok olyan alázat van, hogy dolgozunk, és a hát nem tudom, hogy verejtékkel megkeressük a szükségeseket. Én nem tudom, hogy mi fejeződik ki még ebben, meg hogy az érzéseitekre hallgassatok, de azért ebben nekem egy ilyen belefáradás is benne van a képekben, egy szomorú, nehéz belefáradás. Mintha arról szólna, ha én volnék ez az alak, és úgy van egy pszichológiában, azt mondjuk, látsz egy mozdulatot, helyezd bele magad. Csináld meg, te is azt a mozdulatot vedd föl, vedd fel ezt a mozdulatot, és éld át, hogy mit érzel, azt akarja üzenni. Nekem ez a elfáradást, a kilódást, a nehéz sorsot üzeni. Hát én nem tudom, ha te bele mégy ebbe a testtartásba, neked mit üzen. Igen, hát a maskarák meg állarc, nagyon érdekes, ahogyan. Mintha arról szólna, hogy nézzétek meg ez az alak, de fogja a másiknak a szemét. A maskarák állarc, hát az most... Kérdem én, őszinte vagy a világgal, vagy elrejted az arcot? Eltakarod az arcot? Nem akarom látni. Vagy nem látom, és mást mutatok, mint ami a valóság. Hát ugye ez is egy fontos üzenet. Vagy ezek a csodálatos arany vonalak, ezek nagyon szép. Ugye mind ez egy ilyen ikonra utalás az arany. Igen. Na itt is nagyon érdekes, ugye a... Hát ez az idő múlása, Dante és Vergilius. Hát tudjátok, az ember ugye a
Dante pokla, hát majd később látunk egy csomó ilyen pokolábrázolást, de hát lényegében ugye Vergilius, ugye a nagy kísérő a pokol, tudjátok, hogy az ember élet útjának felén egy nagy sötét erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Ugye ezzel indul a Dante Divina Commedia. És hogy valahogy ez ilyen az életnek ez a hétköznapjai, ahogy elindul ezen az oldalon már, nem a valós világban, ezen az úton, ahogyan elindulnak a pokol felé. És itt meg a dolgos hétköznapok, az asszony, hogy a férfi a lovon, a munka maga, de így valahogy a kép számomra nagyon feleződik jelentésében. Ez az élet oldal. Ez meg az álom. És az a... Tessék? Nem egy csontvári idézet a tengerben? Kicsit a... Ez lehetséges, mondom. Igen, igen. Igen. Nagy szellemek, ha találkoznak. Köszönöm, igen. Néztek, addig hozom, mert ehhez verset is írt. Mindjárt a Jónás a cetben olvasom a sors parancsolatába be vagy zárva. Így szól a vers. Be vagyunk zárva még. Kívül és belül erőszak. A költemény pedig a testemből való hiány. Majd mint felhő fényében felhő felragyogok néhány pillanatig. Hát ennyit tudok hozzátenni, ami ehhez születő versben. Van, ahol a kép és a vers valahol találkoznak, összhangba kerülnek, vagy történik egy ilyen elmesélés. Na most nagyon nehéz, mert a vers is ugye egy olyan szimbólum, hát sűrítmény a vers. Ugye a német Dichtungot mond, az meg egyaránt a tömítést is jelenti németül, meg a sűrítmény, hogy össze van sűrítve valami, ami többszörös mondani való. De hát nagyon érdekes, igen. Igen. Van egy nagyon szép kis versikéje, gömbölyű vers az a címe, még azért elszaladok, azt is elhoztam, hogy felolvassam, ahol elmeséli a saját lelkísérülését. A versben elmondja. Úgyhogy nem kell kitalálni, ő maga elmondja. Gömbölyű versike, úgy szól, majd mindjárt hozom, és addig csak nézegessétek a... Tessék? Szilvia már hozza. Már hozza? Igen. Köszönöm, itt van az összes kaksa métára, amiket ki. Köszönöm szépen. Hát majd talán segítesz nekem. Cetlik, meg jegyzetek, meg minden. Hát ugye agyát gondoltam, ami mindent szeretnék elmondani, csak sokkal többet, mint amit itt végül lehetne. Igen. Én hetekig minden este sírtam. Majd reggelente összeszorítottam a nyomoromat, nem gyomromat, nyomoromat. Így szól a vers. Sírásom nem hallatszott el messzire. Könnyeim fényességbe párologtak. Esküdtél már, ne esküdj többé semmire. Minden alaptalan, könyörögtél-e és ígértél-e marhaságokat, ha hittél és hülyeségeket, mint aki hitetlen. Ne tedd! Voltál-e már otthon hazátlan, csaló? Boldog anyaölben, sanda, anyátlan. Boldog anyölben, sanda, anyátlan. Vendég a hűséges angyalnál, aki nem várt, te mint a mesékben, árnyadért rajongva él. Szimbiotikus kapcsolat. Árnyadért rajongva él. Sírásom nem hallatszott a messzeségbe. Könnyem a fényességbe felhőzött, oda, mint a könnyű és szörnyű énekszó, a nedves gyermek szó,
és hiába volt, talán hamar, talán késő. Érzékelitek benne, hogy nincs mese itt arról van szó, hogy a becsapottság, hogy ne esik ki, hogy jövök érte, visszajövök, itt vagyok, mindjárt anya vagyok, és mondom a gyereknek, higgyél nekem, mindjárt itt vagyok. Esküdtél, mert ne esik, hogy visszajössz, ne csapj be, mert hogy minden csupa hazugság, álság. Igen, hát, ja. Nagyon érdekes, hogy élete utolsó évében rengeteg aktort és rengeteg női alakot jelenített meg. Ami valahogyan olyan érdekes, hogy miért, nem tudni, hogy folytatódott volna, de nyilván ez egy a művészben is egy gondolkozó lelki út, hogy jut el saját magához, mert hogy jut el a nőhöz, akiben megbízik. Hát nem szeretnék a párkapcsolatáról semmit mondani. A Széchi Margit a társa egy gyönyörű verset írt, és azt is elárulom nektek, hát én versrajongó vagyok gyerekkorom óta, nem is pszichológus akartam lenni, ez most részletkérdés. Minden esetre a Széchi Margitnak van egy fantasztikus sírató verse, amivel elköszönt tőle, mert ő volt az utolsó fontos nő az életében. Kapj föl immár a te világos szárnyaidra, kapj föl immár, ez a vers nevezetője, kapj föl immár, én rám olyan hatással volt ez, hogy valójában, hogy neki fogtam ilyen bogarászásnak, hát sok hosszú időn keresztül dolgozgattam ezekbe a képekbe, szimbólumokba, összefüggéseket kerestem, de az biztos, hogy engem ez apásor indított el. Kapj föl immár a te világos szárnyaidra, kapj föl immár. Hát engem fölkapott az tény, mert hogy én tényleg nagyon szeretettel mentem utána. Aztán ebből született, hát mondjuk itt én gyűszűnyi dolgot tudok elmondani, de testes tanulmány, aminek megvan az objektív adatti része is, meg van az értelmező része is, ami mondjuk jár már annak az embernek, aki sokat időzik el valakinek a világában. Na, akkor menjünk tovább, és nézzük csak, és közben nézem, hogy én tulajdonképpen a képekhez is írogattam. Csak nézzétek, hát ugye ez az tisztelt ábrázolásban, itt ugyanaz a fantasztikus számomra ez, hogy olyan, ami legalább annyira a szenvedő Krisztus, mint ahogyan egy madára vagy rögben, hát vagy minden esetre. Ez nagyon nem szállni, mert az egész kompozíció gyönyörű egyébként, ugye, ahogy a fej az teljesen eltűnik az alázatban, szenvedésben, kínokban, viszont a karok, a szárnyak azok készek a az életre, vagy valami ilyesmi. Na igen. Tessék? Lágyom hozzá. Igen, így lehet meghajtani a fejet, így van, pontosan. Van egy olyan képe, ahol viszont mellette ott van az ember alatt, azt hiszem, azt kint találtuk azt a képet, ahol Krisztus. De itt van. Nézzétek meg, ugye? És akkor... Igen, nem ehhez, hanem a másik képen, ahol ott a munkásokat megjelenítette, és ott a találunk egy szárnyas alakot, és ehhez a vers, hogy munkálkodni kell a szárnyakkal, dolgozni, nem szállongani. Igen, egyébként meg saját magáról azt mondta, nem tudok és nem is akarok esztétikai elveket megfogalmazni. Minden olyan a ma szavakba foglalt elmélet, ami a munkámra vonatkozik, holnapra megátolni fog. Bevallhatom, hogy mindig leküzdhetetlen vágyam volt a rajzkép szerkesztés iránt, munkakedvemhez mégis valami irodalmi indíték kell. Akkor megy a művelet, ha már látom a tárgy lényegét és van bátorságom hozzá, kísérletező hajlan vagyok egy műfaj határaim belül. Igen. Sőt, csak a művészet több ezer éves normái szerint. Hát ezért is támadták őt a vonalas szociál költészet képviselői nagyon, hogy nem úgy fest, hogy az a mici sapkás az ugye építi a szocializmust, máshogy.
ábrázolta, igen. Hát mehetünk tovább. Ez egy fantasztikus kép, ahol a fehér színnek az értelmezés, amit elmondtam, ugye értekezés a színekről, 1971, ahol Erik mondott, mit is kell tenni, ugye ez a kettősség. Ebben két ember és állat kettős. Ugye kettős, mert hogy mi a kép színe? Szárnyas farkas, de ez egy ember is, meg egy farkas is, meg van két oldala, két különböző, hogy is mondjam, két szín, két különböző üzenet. Az egyik szárny, meg a másik, az ellentétessége. A fehér szárnya, az a fehér, tudjátok, ahol az embernek ráhagyja ki a fejét, és befélelse, ugye a szeretetben. Tehát ez a jó, úgy is mondjam, jó oldal, ez meg az árny oldal, hogy az emberben együtt van ez a kettősség. Az ember és az állat, a jó és a rossz, az egybe van valahogy. Hát ezt nagyon szeretem Pilinszkit, hát a költészetét is, hát fantasztikus költő. Ugye egyszerű szavakkal szól. Ugye most eszembe jutott, azt hiszem, hogy szeretlek, lehúny szemmel sírok azon, hogy élsz. Hát milyen sorok ezek? Ugye fantasztikus. És közben olyan egyszerű mondat. Na jó, Pilinszki. Ugye így, mikor valakiért fotózol, akkor ugye úgy blendézel, hogy először látod őt távolabb, és akkor ráfókuszolsz, és mész közelebb. És ezt kívánja tőlünk ez a kép. Hogy nézz rá, aztán menj hozzá közelebb. És akkor tulajdonképpen még úgy jó volna, hogy még közelebbről látni. De nagyon szeretem ezt, nagyon szép az a kép. Na most akkor a többi az olyan, amit hogyha megnéztek, hogy sorozatok vannak, ugye? Blake, hát William Blake, egy fantasztikus költő. Ismeritek-e? Tigris, tigris éjszakánk, erdejében furcsa láng, vajon mikész hozta rá döntető szimetriát. Gyönyörű versei vannak, és nagyon fantasztikusak. Szóval annyira elrugaszkodottak a valóságtól, hogy nagyon komoly földolgozás kell hozzá, hogy az ember a szívéhez közel engedje. Most nézzétek meg ki, ő azt csinálja, hogy saját maga először a szöveget, ami hatott rá Blake részéről, ott van le. És azt megfestette, úgyhogy én nem kellek se, senki nem kell hozzá, mert ő maga elmondja, hogy ő ezt akarta itt a képein kifejezni. Nagyon-nagyon fantasztikus, ezek a súfoltságok a képek. Nézzétek meg, hogy hány millió kicsi szimbólum van itt. Most nézzétek meg, hogy ugye milyen döbbenetes pokolbéli nyomda. A gépezetek, a szenziomotívok, az emberek a maguk mesztelenségével, nézzétek csak, aláhulló vici alakok. Szóval hát ez fantasztikus, hogy itt is egy aláhulló alak olyan módon besúfolja a képeit a saját szimbólumaiban, de mindig ott van, vagy a fölfele törekvés, vagy az aláhullás, az biztos. Igen. Hát igen. Hát hozzá itt vannak a szövegek, úgyhogy akkor így érdemes, mert nézzétek meg itt is például. Kérdés, hogy kerül ide? Ugye, mert ez, ha közelebb jöttök ehhez, és ebben a pozícióban valaki bele helyezkedne, mert most zuhanok rögtön le, hátamra, ráadásul szárnyam hiába van, mert leszakadtam. De az nagyon érdekes, hogy micsoda egy fekete, nem napkorom. Na most ez nagyon érdekes, mert itt nézzétek, aki jó, akinek van nagyítója, az el tudja olvasni, mert hogy mik vannak ide fölírva. Hogy nem nevetnek, hogy nem sírnak, hogy nem átkozódnak, hogy nem ezek az emberek, akik itt, ugye, a malomban. De ez egy út egyébként, hogy a malomhoz, ez egy közös út, amin Blake vezetésével végig megy. Így kerül sor a malomra. Jó, hát most javaslom, hogy a szöveget olvasva, ha nézitek, akkor így értelmeznétek. Még nyomán a pokolú alaszállás is. És akkor hát is pedig a Hamlet sorozat, a Shakespeare Hamletje. Egyébként a történelemben, a irodalomban, a képzőművészetben, ami olyan módon volt jártas, és nagyon szépen tudott különböző hangszerekkel játszani. Én ezt például ott a társaságban eltengette meg csináltam. Nem nagyon volt beszédes, nagyon introvertált volt. És hogy nagyon érdekes, hogy volt egy jellegzetes testtartása, amiben beült egy sarokba, és akkor nagyon figyelmesen hallgatott másokat.
igen. És ugye hát ismeritek talán a portréját, jó, róla készült portré. Ilyen kicsit sepphelyes volt az arca, nem sepphelyes, hanem a bőre egyenetlen, ilyen kamaszkori nyomok voltak az arcán. Biztos ismeritek helyet, ilyesféle. De attól még szép volt. Tehát, hogy ez nem volt egyáltalán az arról. Na, csak úgy, ahogy nem végazad. Szeretetre mi a szó volt, és nagyon szállt. Igen. Na, nem szóval végig nézhetünk, és lassan a végére is élünk. Ezek azok a képek, amik itt ki vannak állítva, az én nagy örömöm az életemben, hogy amikor az első tanulmányt megcsináltam, és ezt hát szakmai lapban közöltem, és hát az nagyon-nagyon elismerték, mert hogy az év legjobb tanulmánya címet kaptam érte, és nem büszkeségből mondom, hanem azért, mert így ért engem a nagy szerencse, hogy dr. Molnár Péter professzor kollégám fölhívott telefon, és azt mondta, hogy annyira tetszett neki ez a tanulmány, hogy ő neki van egy képe, amit ő a pécsi kiállításon vett, és szeretne megajándékozni vele. Hát az az életem nagy ajándék, hogy van egy gondor képem, ráadásul nincs benne az őrben, nem tudnak róla, hogy ez van, és a címe Ikarosz. Képzeljétek el. Meg tudom mutatni, de csak a telefonomban van benne, hogyha valakit érdekel ez a kép. Hát szóval, hát én itt most megállok, és azt hiszem, hogy végigjártunk egy utat, ezt lehetne napestig mondani, ha még bővebben lehetne, de ha valakit érdekel, akkor ebben az ős könyvben ugye benne van a teljes tanulmány. Most nem azért, hogy ajánlassam, de József Attiláról is a tanulmány, mert ugye Kozmuca Flóra néni világhírű embereknek, közismert embereknek a Rorschach tesztjét fölvette és odaadta nekem, hogy halála után engem fölhatalmaz arra, hogy értékeljem ki és adjam közé. De még életében a József Attila tanulmányt földolgozhattam, és József Attila és a nők, hogy milyen volt a, ugye az egész életének a megpróbáltatásos nő kapcsolatai, ismeritek, hát a záradékot is, ugye a Flóra nénivel való súlyos szerelmi utat, és hát erről írtam tanulmányt. Aztán Bálint Endre, aki fölhatalmazott engem arra, ő aszmás beteg volt, és ő megtanult relaxálni, és nagyon sokat dolgoztunk pszichológiailag, fölhatalmazott engem arra, hogy én a képeit elemeztetem, az ő szimbólum világát is elemeztem. Hát szóval ilyenek, amik mind a szívem csücske, de hát menekülés a művészetek felé, mert eredetileg én nem pszichológus akartam lenni, de itt is helyen nem vagyok eléggé, meg vagyok. De hát ezek nekem a hobbimnak a területei, úgyhogy költészet, irodalom, művészetek. Hát van valami hazahúzásom, mert a nagyapám költő volt, és apám is írogatott, tehát egy ilyenfajta beütés, hogy úgy mondjam, van bennem. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy figyelembe lépett.